www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net. Zita, gyorsan és röviden, hogy hogyan értékeled a mérkőzés védekezés szempontjából és támadó játék szempontjából? Védekezés azt szerintem az egész meccsen elfogadható volt, azért megint hát voltak buta kiállításaink, de szerintem majdhogy nem jobban jöttünk ki az ember hátrányainkból, mint az ember előnyeinkből. Hát igazából az akaraterőnk az nagyon-nagyon jó volt, és nagyon tudtunk küzdeni egymásért, és egymással váltvetve tényleg nagyon jó érzés volt a pályán lenni. A támadójátékunk szerintem az első fél időben jó volt, a második fél időben azért pontatlanak voltak a lövések, és kicsit túl közel mentünk, túl sok volt a fal, túl sok volt az eladott labda, meg kijöttek nyitottra, de úgy gondolom, hogy a kezünkbe tartottuk a meccset. És hogy érzed a negyed döntőre, mennyire tudjátok még jobban felszínni magatokat? A közép döntőben elég komoly mérkőzések voltak, még egy plusz kell, hogy bejussatok a Final Four-ba. Hát ezt azért látni kell, hogy szerintem a mi csapatunktól, a mi költségvetésünkkel szerintem ez már most egy nagyon jó eredmény. Az, hogy tényleg most volt egy egész hetünk készülni, az megint egy pozitívum, mert mind a most az előző meccseinkre, a BL meccseinkre mindig úgy jöttünk, hogy volt egy hétközi meccs, és nem könnyű ellenféllel, úgyhogy nem lehetett félváról venni, és úgy éreztem, hogy egy kicsit a koncentrációnkkal volt baj, mert tényleg fáradtak voltunk, de most, hogy egy egész hetet tudtunk készülni, most szerintem ez nagyon jó volt. A negyed döntőre meg annyit, hogy vagy Győr, vagy Várdár, nekik esünk. És még egy utolsó kérdés, és személy szerint ez, hogy bírod a játékot? Még kell még frissíteni magadat, vagy már ilyen szinten már nem kell? Hát persze, mindig kell. Vannak sérülések, mindenki fáradt, tényleg ez egy olyan sorozat, amiben még ugye nem volt részünk, hogy tényleg ennyire sok és ennyire kemény meccseket játszunk. Szerintem egész jól bírjuk, igazából az itthoni Rostovot hozhattuk volna, mert az ugye bal szerencsésen lett X, és akkor nyugodtabbak lehettünk volna. Az, hogy most idegenben nem szereztünk pontot, az szerintem benne van már ilyen szintű csapatok ellen. www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net.